Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és üdvözlök mindenkit a Kanapé Talkban megint. És a mai részben, ahogy az indexképről és a címről is láthatjátok már, könyvekről fogunk beszélgetni, ugyanis mostanában elég sokat olvasok, és rendszerint a kedvenceimet ki is szoktam tenni sztoriba, és mindig nagyon sokan reagáltok rájuk, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy-egy könyvről beszélek nektek pár szót, megmutatom, hogy mostanában miket olvastam, és mik voltak a kedvenceim. Arra gondoltam, hogy a lazábbaktól haladunk a kicsit komolyabbak felé, úgyhogy pár regényt szeretnék nektek megmutatni. Szerintem amiket most látni fogtok, azok mind Rubin pöttyesek, amik általában fiatal felnőtteknek szólnak, és nem kevésszer szexuális tartalom is van bennük. Legtöbbször valamilyen szerelmi dráma folyik a könyvekben. És az első, amit szeretnék megmutatni, arra nagyon sokan reagáltatok Insta sztoriba. Ez a Szánsegéd BT 1 és 2 lenne. Hozzá kell tennem azt is egyébként, hogy régebben én ilyen könyveket soha nem olvastam, szinte. Viszont, mint azt már nagyon sokan tudjátok, lett egy új vágom, aki iszonyatosan könyvfüggő, és mostanában ő lát el könyvekkel, úgyhogy azokat, amiket ő már olvasott, mindet ideadja. Hetente megkapom szállítmányt, és ezek is tőlem vannak, egyébként ő most a kamera mögött van, és vigyorog rajta, hogy miket mondok. Megpróbálok pár szóban beszélni róluk, hogy a lényeget értsétek és tudjátok róla, viszont ne spoilerezzek, ami nagyon nehéz lesz. Azt még hozzátenném, hogy megpróbálom minden könyvnek a linkjét letenni, hogyha valakit érdekel, akkor utána tudjon nézni, le tudja menteni, megrendelni, vagy könyvesboltba, vagy bármi. Tehát ez a két könyv, mind a kettő szerintem egy-egy nap alatt ki lett olvasva. Nagyon könnyen olvashatóak ezek a könyvek, amiket most az első körben fogok nektek mutatni. Kezdem talán az első résszel. A főhősünk egy fiú, egyetemista fiúról van szó, és ennek a srácnak és a barátjának van egy vállalkozásuk az egyetemen, ami a Szánsegéd BT, ami konkrétan az, ami a neve is, egy szerelmi tanácsadó szolgáltatás, és természetesen menet közben fognak jönni a bonyodalmak, jön a lány, és az egész sztori róluk kettőjükről szól. És ahogy a borítón is egyébként írja, minden szabály megszeg, hogy ővé legyen a lány. Nyilván ebből már lehet sejteni, hogy mi lesz a sztorinak a vége, de rengeteg bonyodalom, tipikus, úgymond tini dráma. Ez az egyik kedvencem volt, mosolyogtam rajta, mivel elég érzékeny vagyok, valószínű, hogy sírtam is rajta, de az nagyon tetszett. Ezután jön a második része, ami ennek a srácnak a legjobb barátjáról szól, és egy nagyon hasonló, de mégis baromira különböző dráma zajlik le az ő életében, aminek megint csak nagyon erősen köze van a közös vállalkozásukhoz. Ami kifejezetten tetszett egyébként mind a két könyvben, hogy a főszereplők külön fejezeteket kapnak, tehát nem csak az egyik szemszögéből látod a történetet, hanem mind a kettőjük oldaláról. A lánynak ebben a részben van egy hatalmas nagy titka, ami csak a legvégére derül ki. És amit még fontos egyébként tudni róla, hogy a lány és a fiú ős ellenségek, úgyhogy egy kifejezetten vicces és érdekes történet. A következő az az Anti-Stepbrother, aminek már a koncepciója is nagyon érdekes. A főszereplő Chelsea azért iratkozik be egy adott egyetemre, mert mostoha testvére odajár, akibe ő szerelmes. De a mostoha tesója egy iszonyatosan seggfej srác, és pont emiatt és a vele kapcsolatos események alakulása miatt. Mini spoiler, de be fog lépni még egy srác a történetbe, aki teljesen a feje tetejére állítja az addigi elképzeléseidet igazából a könyvről. Ezen biztosan, hogy többször sírtam, ez fix, Barbie megint kinevet, mindegy. Én is szoktam sírni. Én ilyeneken is tudok neve, vagy ilyeneken is tudok sírni, most nem tudok mit csinálni, beleélem magam a történetbe. Őszintén megmondom, ami egyébként ezekben a könyvekben tetszik, hogy ugye én nem jártam egyetemre, a baráti körömbe sincsenek ilyen drámák, mint amik ezekben a könyvekben történnek, és amikor ezeket olvasod, olyan érzésed van, mintha pletykálnál, és belesnél egy kicsit a baráti körökbe, és baromira tetszik, nagyon jó lett egyébként a vége, rengeteg hullámvölgy van benne, de a vége szerintem ennek is nagyon király lett, úgyhogy még egy kedvenc.
A következő könyv az megint egy nagyon laza egyetemi kis történet, a Hajsza, az a neve. Valaki mondja el nekem, hogy egyébként ezekben a regényekben miért van az, hogy majdnem minden főszereplő lányt Summernek hívnak? Ez kifejezetten érdekelne. De szerintem három olyan könyvet olvastam mostanában, amiben Summer volt a főszereplő csaj. Meg tudod, aki Brooklyn szokott még megjelenni? Igen! Tényleg egyébként! Vannak ilyen általános főszereplő nevek, ami mindegyik könyvben megvan. Oké, visszatérve. A főszereplő csaj egy nagyon befolyásos családnak a lánya. Ügyvéd, szülőkkel, szállodaláncuk van. Lényeg az, hogy nagyon tehetősek, és beleszeret egy olyan srácba, akibe egy az, hogy nem is kellene, kettő pedig, hogy teljesen nem az esete. És ami még hozzátesz a fordulatokhoz, hogy a srác egyáltalán nem viszonozza az érzelmeit a csajnak. Most gyorsan megnéztem, 405 oldal, de ezt is szerintem egy nap alatt olvastam el. Tipikusan olyan könyv, amiben 100%-osan bele tudod képzelni magad, és nem tudod letenni. Egy nagyon laza, magával ragadó kis könyv. Barbie gyorsan megnézte egyébként, 18-as, mert 2018-as ez a könyv, és a felétől a végéig egy nagyon picit, remélem ezzel nem spoilerezek, de komolyabb hangvételt is elhelyeztek benne, ugyanis egy picike Me Too vonal is van benne, úgyhogy amellett, hogy nagyon szórakoztató, egy kicsit komoly rész is van benne. Remélem ez így érthető. És van még egy könyv, ami nincsen már nálam, visszaadtam Barbie-nak, azt is tőle kaptam, ez a King első része lenne, és nem is emlékszem, hogy az Rubin pöttyöse. Az azért egy kicsit, ha jól tudom, 18 pluszba is van sorolva, és talán én is oda tenném, abban van bőven erőszak, bőven szexualitás, úgyhogy azt nem feltétlen mondanám, hogy 13-4 évesen olvassátok el, de egy nagyon jó könyv. Abban emlékszem, hogy egy csomószor éreztem azt, hogy tudom, hogy mi fog történni, és aztán teljesen nem az történt. Már megkaptam a második részét, úgyhogy nagyon várom, hogy azt is elolvassam. Egy nagyon fontos részletet elmondok, viszont arról semmiképpen se szeretnék spoilerezni, ugyanis az szerintem egy kötelező olvasmány. A csaj, a főszereplő csaj elvesztette az emlékezetét, és fogalma sincs róla, hogy ki ő, és ebből nagyon sok bonyodalom következik a kötet alatt, viszont a következő részben, a második részében fog kicsúcsosodni ez az egész. A főszereplő srác pedig egy, hát hogy mondjam, hogy ne legyen ilyen klisé, de egy ilyen tipikus rossz fiú, olyan, akivel nem kellene kezdened. Barbie mondta egyébként jól, hogy a srác olyan lesz, hogy mondjam, a kötet alatt, hogy rossz, nagyon rossz fiú, de miattad jó. Tehát ez jellemzi egyébként az egész kötetet, és nem szeretnék róla többet mondani, mert ezt biztosan el kell olvasnotok. A következő kategória az egy ilyen köztes valami, igazából. Kicsit regényes, de már kicsit komolyabb és elgondolkoztatóbb könyvek. Az egyik az ez a könyv lenne, aminek az a címe, hogy Második látásra. A hátulján ez a mondat van vastagon kiemelve. Végleg elszakítja a halál azokat, akik összetartoznak. És őszintén megmondom, hogy a könyv első 100 oldala majdnem, hogy unalmas volt, viszont amit itt hátul elolvastam, annyira megragadott, hogy mindenképpen be akartam fejezni, nem szerettem volna letenni a 75. oldalnál, pedig majdnem megtörtént. Viszont a 100. oldal után annyira beindult az egész történet, és olyan váratlan fordulatok voltak benne, hogy a végére azt mondom egyébként, hogy ez is egy nagyon-nagyon jó könyv volt. A főszereplő férfi, szellemvadász, ezt egyébként szerintem simán el lehet mondani, többször próbált öngyilkos lenni, mert elvesztette a szerelmét egy autóbalesetben, és egyszer se tudta megölni magát. Csapott bele villám, vagdosta magát, mindent, amit el tudtok képzelni, és egyszerűen képtelen volt meghalni. És a történet közepén belép egy nő a történetbe, és onnantól lesz igazán izgi. Egyébként az első felében három szálon fut az egész történet, és majdnem, hogy
érthetetlenül fut háromszálon, viszont a felétől elkezdenek összeérni a szálak, és onnantól sokkal átláthatóbb, sokkal érthetőbb. Van benne történelmi visszatekintés is, 1920-as és 30-as években brutális törvényeket említenek egyébként benne, tehát tényleg egy olyan könyv, ami félig szórakoztató, félig pedig baromira elgondolkodtató. Úgyhogy ha szeretitek az ilyen kicsit komolyabb, de mégis szórakoztató könyveket, akkor ezt is ajánlom mindenkinek. Ráadásul egyébként közben Barbie-nak itt meséltem, hogy miről szól a könyv, és eszembe jutott az is, hogy indián törzsekkel kapcsolatos dolgok is vannak benne, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes történelmi dolgok vannak benne. A következő könyv az megint egy kicsit ilyen pszichó kötet, azt is már visszaadtam Barbie-nak, annak Verity a címe. Konkrétan úgy kezdődik a könyv, minthogyha a leglazább, legromantikusabb történet lenne, amit valaha olvasni fogsz, és a végére egy teljesen elborult, kitalált ilyet dolog jön ki belőle igazából. A könyv közepén, hát közepe vége fele, rendes olyan rész van benne, amitől összeszorul a gyomrod, és konkrétan feszengsz, és ilyen nagyon-nagyon rossz érzéseid vannak közben, és ítéled belőle egyébként az adott szereplőt, akiről akkor szó van, és a könyv végére derül ki, hogy az, amit egész végig gondoltál, az teljesen másképpen van. Viszont akkora már visszafordíthatatlan károk következnek be, és valami hihetetlen, tehát olyan nyomást gyakorol rád egész végig, az is egy olyan könyv volt, amit egyszerűen nem tudsz lerakni. Megpróbálom elmondani az alapsztorit, viszont nagyon nehéz róla úgy beszélni, hogy semmit ne kotyogjak el. Három főszereplő van a történetben. Az egyik egy feltörekvő írónő, a másik egy befutott írónő, és a harmadik a befutott írónőnek a férje. A befutott írónőnek autóbalesete lesz, és az ő férje felkeresi a feltörekvő írónőt, hogy fejezze be azt a sorozatot, amit a felesége elkezdett, de nyilván az autóbaleset miatt nem tudja befejezni. Le is egyeztetnek egy időpontot, amikor a feltörekvő írónő elmegy megnézni a jegyzeteket, és eddig mesélem igazából, mert innentől aztán beindul a történet, és innen olyan dolgok derülnek ki, amire senki nem gondolna, úgyhogy baromi jó volt. Verity-ről szerintem ennyit olvassátok el. Barbie egyébként jól mondja, jó egyébként, hogy mind a ketten olvastuk ezeket a könyveket, nyilván mivel tőle kaptam őket, és most, ahogy beszéljük, olyan dolgokat mond, amit simán tudok nektek mondani, mert teljesen igaz. A Verity az egy olyan könyv volt, amit miután olvastad, és vagy csak félbehagytad, vagy befejezted, órákon keresztül tudtál kattogni egy-egy dolgon. Tényleg egy kicsit ilyen nyomasztó, viszont nagyon jól megtornáztatja egyébként szerintem az agyadat, úgyhogy baromi jó. A következő az a Néma tanú. Ezt én olvastam először, és most adtam Barbie-nak. Na, az a könyv még durvább, mint a Verity, ugyanis annál se tudod, hogy mire számíts, viszont nem az történik, amire eredetileg gondolsz. Van egy festőnő, akinek a férje meghal. Az, hogy hal meg, az mindenki számára kérdés igazából, és nagyon sokáig, egészen egyébként a könyv végéig, nem is derül ki, viszont a felesége, a festőnő attól a naptól kezdve, hogy a férje meghal, néma. Éveken keresztül, ha jól tudom, akkor 8 vagy 9 éven keresztül egy szót nem szól. Két lehetősége volt egyébként, vagy Böribe megy, vagy pszichiátriára. Elmegyógyintézetbe. Az elmegyógyintézetet választották neki, már nem emlékszem, hogy pontosan hogy volt, de a lényeg az, amitől igazán be fog indulni a történet, az, hogy van egy terapeuta, pszichiáter, hívjuk ahogy szeretnétek, aki a fejébe veszi, hogy minden áron szóra fogja bírni a nőt, és egy darabig csak a férfi szemszögéből látjuk a történetet, viszont utána bekapcsolódik a festőnő is, az ő szemszögét is látjuk jelen és múlt időben is. Nagyon szeretem egyébként az ilyen történeteket, amik több szálon futnak, visszatekintenek a múltba, és elképesztő dolgok történnek menet közben, és a könyv utolsó 50 oldalán mondjuk derül ki,
hogy kapcsolódnak össze a szálak, és hidegrázós egyébként. Az egy olyan könyv volt, aminél soha nem találtam volna ki, hogy mi lesz a vége. Nagyon várom egyébként, hogy elolvasd. Most egyre jobban megjön a kezem hozzá. Úristen, nagyon, nagyon kemény, és az is kicsit nyomasztó, sőt, őszintén megmondom, hogy az elején annyira para volt, hogy amikor egyedül voltam itthon, akkor nem is akartam olvasni, ugyanis láttátok, hogy a borítón olyan nő van, akinek azt hiszem, hogy cellofánnal van lefogva az arca, tehát így nagyon para, de nagyon-nagyon jó. És akkor a két utolsó könyvem, az pedig mondhatjuk úgy, hogy életrajzi. Az első, nem tudom, hogy hányan olvastátok, de ez a Mrs. Escobar életem Pablóval. Nagyon érdekelt ez a könyv. Őszintén megmondom, hogy amikor a Narcos sorozat kijött, mi azt öcsivel megnéztük, és már akkor nagyon érdekelt a történet, most ezt nem tudom, hogy hogy mondjam, úgyhogy ne hangozzon hülyén, de valamiért nagyon érdekelt, hogy hogy lehet az, hogy a csávó meg tudta csinálni azokat, amiket megcsinált. Amikor kijött a könyv, és az, hogy végül is első kézből valakitől, aki végigélte ezt az egészet, tud meghallgatni, vagy elolvasni a történetet, hogy hogy is volt mindez, hogy kellett menekülni, kinek hogy fizettek védőpénzt, és ilyenek, az valami hihetetlen. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, milyen szokásai voltak Pablónak. Például az nagyon para egyébként, hogy azt hiszem, hogy óránként, vagy két óránként mosott fogat, amikor már ugye mindenhol körözték, mert azt mondta, hogy nem engedheti meg magának, hogy baja legyen a fogaival, mert nem tud elmenni fogorvoshoz. Tehát, hogy ilyen nagyon kemény dolgok. Egyébként most volt, nemrég azt hiszem, hogy Bence mondta, hogy valamelyik családtagjuk, a Madeline, azt hiszem, hogy Madeline-be laktak. Tök mindegy. Az egyik házban, villában, lakásban építkeznek, és lebontották a falat, és találtak $1 millió a falon. És azt mondták egyébként, hogy ez teljesen megszokott volt. Tehát nem tudom, hogy tudjátok-e, vagy ki nézte, olvasta, de volt egy olyan időszak az ő életükben, amikor pénzzel fűtöttek, annyira nem tudták hova rakni a zsét. Akit egy kicsit is érdekelt bármikor is az Escobarnak a története, az élete, hogy hogy lehetett ezt igazából menedzselni, annak nagyon ajánlom, mert hihetetlen. És az utolsó az a könyv, amit azt hiszem, hogy tegnap fejeztem be. Hogyha valaki néz Logan Pault igazából, akkor az Mike Maileket valószínű, hogy ismeri. Tudjátok, azt már mondtam, hogy imádom az impulzívot, nagyon-nagyon sokat hallgatom. Nem is tudom, hogy mikor, de szerintem kevesebb, mint fél éve jött ki a Mike-nak az életrajzi könyve. Nem tudtam, hogy hogy tudnám megrendelni, hogy nem tudnám, viszont Amazonról 4 nap alatt ideért, hogyha jól emlékszem rá. Természetesen ez egyébként csak és kizárólag angol nyelven van, viszont ahhoz képest egyébként, hogy angol, nagyon-nagyon könnyen olvasható, úgyhogy ha nem feltétlen vagytok biztosak az angol tudásatokban, szerintem akkor is simán elkezdhetitek. Pár szóban az egészről. Egyébként, hogyha valaki nem szeretné elolvasni, akkor bár nagyon ajánlom, mert háttérinfók vannak benne. Van egy olyan impulzív rész, ahol Mike a vendég, és ő meséli el a történetét. 7 vagy 8 éven keresztül nagyon erősen kemény drogfüggő volt a csávó. Brutális, hogy milyen dolgok megtörténtek vele. Majd egyszer gondolt egyet, nyilván egy kis segítséggel, de eldöntötte, hogy neki ebből most már elég volt, és ő szeretne jó útra térni és tiszta lenni. Elment egy elvonóra, utána még egyre, és lényeg a lényegben, hogy a könyv első felében a függőséggel és az azzal járó fájdalmas, visszafordíthatatlan döntésekről, életeseményekről van szó. A könyv második felében pedig azt mutatja be, hogy miután valaki függő volt, úgy is lehet nagyon-nagyon király élete. A második felében először arról van szó, hogy hogy szerzett először munkát, hogy fogyott le, hogy kezdte el egyre egészségesebbé tenni az életét. A legvégén pedig arról van szó,
hogy amikor találkozott Logannel, hogy indult el igazából a közösségi médiás vonal az ő életében, és míg az első fele nagyon nyomasztó, és igazából olvasni is rossz, hogy mik megtörténnek egy-egy emberrel, a második fele annyira motiváló, és olyan akaraterőt érzel tőle, hogy szerintem ezt bárkinek jó lehet elolvasni, főleg akkor, hogyha bármilyen függőségetek van, akkor szerintem nagyon hasznos tud lenni, ugyanis elképesztő élmény, és sokkal-sokkal jobban megérted, hogy miről is van szó igazából, mint hogyha drogprevenciós előadásokat nézel, vagy iskolában hallasz ezekről szerintem. Úgyhogy amikor kezdődik a könyv, akkor azt hiszem, hogy 16 éves a máj, 10 éveseknek kötelező olvasmánnyal tenném annyira. Jó, úgyhogy minden link a leírásban. Kifejezetten érdekel, hogy kik olvasták ezeket a könyveket. Várom a véleményeket róla, várok ajánlásokat is egyébként, és hogyha tetszik ez a videó, vagy ilyen fajta videók esetleg tetszenének nektek, akkor nagyon szívesen csinálnék, mert mostanában, ahogy látjátok, nagyon rákaptam az olvasásra. Úgyhogy ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Instán mindig lent van a leírásban. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!